Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A fehérvári beszélgetésekben ma a beszélgető partnerem, a vendégem Tornyai Gábor atya, akit szerintem már nagyon sokan ismernek a városban, és a mai témánk pedig a Minden Szentek és a Halottak Napja. Köszöntelek a stúdióban. Hát azért is jó, hogy eljöttél ide hozzánk a stúdióba, mert hogy szerintem sokan nem tudják, de még én magam is sokáig tévhitben éltem. Én mindig azt hittem, hogy május 31 ez a Minden Szentek, elsője Halottak Napja, és így másodika nem is nagyon játszik, de hát ez ugye nem így van, hanem egészen október pontosan. Október 31, igen, május 31-et mondtál. Ja, bocsánat, október 31, igen. igen. Azért keveredik össze, mert nagyon szorosan összekapcsolódik egymáshoz ez a két nap. És megint, ugye katolikus papként vagyok itt jelen, és gyakorlatilag a mi gyakorlatunkról tudok beszélni, hogy nálunk ez hogy van. De hogy a november 1-e, az a Minden Szentek ünnepe, és ez egy nagyon fontos ünnep, gyakorlatilag az egyházi ünnepeink közül is kiemelt ünnepként, nem is olyan régóta parancsolt ünnepként ünnepeik, tehát nagyjából karácsonyal, húsvéttal van egy szinten a fontosságát illetően, és ezen a napon igazából azokra az emberekre emlékezünk, vagy azokat ünnepeljük, vagy még inkább azt kell mondani, hogy a Jóistent ünnepeljük, mert minden ünnepünk belül van benne, akik már célba értek. Tehát, hogy az emberek kerülnek ilyenkor előtérbe, akik előttünk élték a kereszténységüket, olyan formában tudták ezt megélni, hogy egy egészen mély és szoros kapcsolatban voltak az Istennel, vagy váltak az Istennel. Van, akikre név szerint emlékezünk, vagy név szerint ismerünk, van, akikről nem, de hisszük, hogy ők már a célba értek, és őket ünnepeljük. Igen, és így, ha már így a szentekről, nyilván a szentekről beszélsz, igen, hogy a szentek hogyan lesznek szentek? Tehát, hogy így biztos sokakban megfogalmazódik, hogy mitől válik valaki szenté, vagy... És akkor majd beszélhetnénk arról is, hogy hogyan avatnak valakit szenté. Jó. Tehát mi minden kell ahhoz, hogy valaki kicsit azt hiszem, az előbb bele is bonyolottam ebbe a most tulajdonképpen hogyan is ünneplünk, mint is ünneplünk. A lényeg az, hogy keresztény emberként úgy gondolkodunk magunkról, hogy hiszünk az Istenben, aki a tökéletes, aki az élet teljessége, és amikor én kapcsolatba kerülök vele, akár úgy, hogy elkezdek úgy élni és úgy gondolkodni, ahogy ő ezt megmutatta Jézusban, ez a kereszténység lényege, hogy Jézusban az Isten mutatott számunkra egy utat, hogy eljussunk ő hozzá, hogy olyan tökéletesek és egész legyen az életünk, mint amilyen egész és tökéletes az ő élete. És amikor szenteket ünnepel az egyház, vagy tisztel az egyház, akkor azokra az emberekre tekint, akikben valamit felfedeztek az Istenből. Ők azok, akiket név szerint is ismerünk, vagy ünneplünk. Vagy azért, mert úgy éltek közöttünk, olyan dolgokat mondok el az Istenről a tanításban, vagy azért, mert úgy élték az életüket a szeretett szolgálatban, talán a legismertebb, hogy a Kalkuttai Teréz anya, ő szerintem azért egy nem hívő ember számára is ismerős név, vagy Szent II. János Pál pápa, ugye a közeli szentekről beszélünk, vagy egy Szent Ferenc, akik szintén azt hiszem, hogy sokak számára ismerős lehet, ha más nem a neve, de rengeteg szent létezik, akiket valamiért az egyház tanítóhivatala, az emberek közössége kiemelt, valami kincset felfedezett benne abból, hogy milyen is lehet az Isten. És akkor ugye, hogy valaki szentét, vagy valakit szenté avasalak, igen, akkor ugye annak van egy elég hosszú megelőző folyamata. Igen. Előtte van a boldoga elvatás, azt igen, hiszem, ugye? Igen, még előtte van a tiszteletre méltóság, ugye például Kaszap Istvánra itt tekint, illetve Isten szolgálja, őre itt tekintünk, neki készülünk, nagyon reméljük azt, hogy előbb-utóbb boldoggá avatják. Ugye ez a boldoggá avatás talán úgy lehet mondani, hogy egy helyi tisztelete van, élő tisztelete van egy adott közösségben, kivizsgálják az életét, és azt mondják, hogy példaértékű, mintaértékűen élt a kereszténységét. A szenti avatás gyakorlatilag hogy csak egy szinttel feljebb lépés a tiszteletben, hogy az ő közbenjárására valamiféle csoda történt. A Kaszap István egyébként nagyon érdekes, hogy itt azt mondta Tóth Tamás barátom, hogy ő életében nem is cselekedett olyan nagyon különlegeset, viszont halálában sokkal többet tett, mert szerintem kevés olyan szent életű ember van Magyarországon, akinek annyira élő a tisztelete, elég, ha csak elmenjünk a Prohászka templomhoz, és ott a Kaszap István sírjánál a hálatáblák, azok mind azt jelzik, hogy kérték az ő segítségét, és valamiféle formában megkapták a segítséget, és ezt ezzel a táblával jelzik.
Tehát akkor a Minden Szentek ünnepe, akkor amiatt is fontos, ugye a katolikusoknak biztosan, a más egyházakat nem tudom, de hogy azért is fontos, mert hogy ők a követendő példa. Igen, részben, de talán még fontosabb az, hogy ők azért tudtak szentekké válni, mert hogy az Isten segítette őket abban, hogy így tudjanak élni. És igazából ez az ünnep az Isten szeretetéről szól, aki ott van az ember mellett, aki segít, és aki azt akarja, hogy a legfőbb jóban, a teljes és tökéletes boldogságban részesüljön. Ugye, amikor a mennyországról beszélünk, ezek ilyen nehéz fogalmak, mert mindenkinek van valamiféle elképzelése arról, hogy ez hogy is van, mint van, és azért szerintem sok esetben a fejünkben azért a klasszikus régi képek vannak, hogy ott fönt a felhők között ücsörgünk, és a szárnyacskáink vannak, és akkor ilyen kis puttóként ott repkedünk, vagy repkednek körülöttünk valami, meg hárfán éneklünk, és ugye szokták ezt poénként mondani, hogy milyen unalmas lehet a mennyországban, mert hogy ott ki tudja, mit fogunk csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy számomra a mennyországban létezés az egy boldog állapot, hogy az életem legboldogabb pillanatát próbálom felidézni, hogy boldog pillanatokat, és azt hiszem, hogy ezek azok a pillanatok, amikben nem csinálni akarunk valamit, hanem a jó benne lenni. És amikor szokták kérdezni tőle, hogy és mit csinálunk majd a mennyországban, akkor azt mondtam, hogy semmit. Mert nem akarunk semmit se csinálni, mert hogy úgy jó lenni. Szerintem azok a kedves nézők is átélhettek ilyen pillanatokat, hogy maradjunk még így egy picit, vagy ne lépjünk ki ebből a pillanatból, olyan jó így lenni. Na nekem ez a mennyország előíze, amikor így olyan jó így lenni. És hogy ez a Jóistennek az ajándéka. És Isten mindannyiunkat erre hív meg, és amikor Minden Szentekkor ünneplünk, akkor igazából ezt ünnepeljük, hogy ilyen megajándékozottak vagyunk. Igen, tehát ugye Minden Szentekkor ugye ünnepelünk, igen. És akkor a következő nap pedig november másodikán pedig már ugye emlékezünk. Igen. És így nagyon jó, ahogy mondtad egyébként a mennyországot. Most nyilván nem mindenki hisz a mennyországban, nem mindenki gondolkodik így. Azoknak, akik hisznek a mennyországban, szerintem sokkal könnyebb talán kimenni a temetőbe, sokkal könnyebb egy temetésre elmenni, mert valahogy másként élik meg ezt az egészet. Biztos, hogy más lehet. De én azt gondolom, hogy ez a nap, a halottak napja, vagy az emlékezés, én így szoktam, hogy az emlékezés napja, ez a nem hívők számára is azt gondolom, hogy fontos nap tud lenni. Mert hogy a temetőbe kimenni, koszorút vinni, gyertyát gyújtani, picit megállni a sírnál, még hogyha nem is imádkozom ott, vagy nem is a mennyországban hiszem, de akkor is ott van egy hely a világnak, ahol picit közön van a múltamhoz. Ahhoz az emberhez, vagy azokhoz az emberekhez, akik valamilyen formában fontosak voltak számomra. És az, hogy a gyertyát meggyújtom, a gyertyában, hogy a hívő emberként benne van a húsvét fénye, hogy nem a sötétsége a győzelem, de egy nem hívő ember számára is azt gondolom, hogy a gyertya fénye az egyfajta meghittséget, otthonosságot tud adni. Szokták ilyenkor nagyon szép a temető. És ehhez nem kell hívő emberként jelen lenni, azt mondani, hogy szép. Olyan nyugodt, olyan békés az egész. És hogyha ha valaki úgy megy ki csak a temetőbe, hogy emlékezni akar, mert fontos számára az a valaki, akinek a sírjához elmegy, és ott meggyújtja a gyertyát, oda viszi a koszorút, egy picit megáll, akkor azzal lehet, hogy furán hangzik, de talán ő is gazdagodik, mert fölidéződik az, hogy kihez is van köze ebben az életben, hogy honnan is indult, mik is az ő gyökerei, mi az, amit annak az embernek köszönhet az életében. A hívő ember meg ugye azzal a távlattal áll meg ott a sír mellett, hogy noha itt megállok, noha itt emlékezem, de hogy közöm van nekem ahhoz az emberhez, hogy ő nem a semmibe hullott bele, nem csak megsemmisült, hanem hogy ő létezik és él, és amikor én megállok és imádkozom, akkor a vele való kapcsolatomat is meg tudom élni. Tehát talán ez a különbség a kettő között, de azt hiszem, hogy ilyen szempontból ez a nap mindannyiunk számára fontos nap tud lenni. Fontos, az biztos. És ahogy most így mondtad, hogy kimegyünk a temetőbe, ilyenkor ugye a hívők azért, most mint a szentek lenne, de hogy imádkozunk ugye azokhoz is, hogy nézzetek le ránk, hogy legyetek velünk, tehát hogy benne van az, hogy tényleg ők még élnek. Igen. Azt szoktam mondani, hogy sok minden valami összeköt bennünket itt a Földön, talán a legfontosabb kapocs, ami összeköt bennünket, ez a szeretet. És megint azt mondom, hogy hívő emberként, vagy katolikus papként, amikor az Istenről beszélek, vagy gondolkodom, akkor,
akkor azt mondom, hogy az ő legfontosabb tulajdonsága az, hogy ő szeret. Szokták azt mondani, ezt a két szót, hogy Isten és szeretet, ezt föl lehet cserélni egymással. És hogy a szeretet kapcsolatainkat, azokat nem lehet szétvágni. Tehát a halállal a kapcsolataink, a fizikális kapcsolataink megszűnnek. Mert onnantól már nem tudom megfogni a másikat. Nem hallom a hangját, nem látom őt, de az, hogy nekem közöm van hozzá, az nem szűnik meg. Ebben hiszek, hogy az élet nem szűnik meg, mert hogy az Isten az élet. És aki átlépje a halálkapuját, ebbe a kiteljesedett életbe lép bele. Kicsit ez is ilyen talán furán hangzó kifejezés, de azt hiszem, hogy talán így a nézők számára is azért talán érthető. Igen, és ugye, hogyha már így a halál, meg így a halottak napja, akkor nekem mindig így előkerülnek számomra a színek. Tehát, hogy itt most illik-e nem feketébe, vagy nem sötétbe öltözve kimenni a temetőbe, vagy mondjuk, ha mondjuk egy temetésre megy az ember, akkor milyen ruhába illik menni? Mert azért a hívőknek a színe azért, vagy hát még a halálban sem mindig a fekete. Tehát, hogy... Igen, én azt tudtam mondani, ez papi körökben is szokott vita lenni közöttünk, hogy például egy temetésre mondjuk lilába vagy feketébe menjünk. Mert ugye általában ez a két színt használhatjuk. Ugye a lila a katolikus egyház gyakorlatában az a készületnek, a böjtnek, a várakozásnak a színe, a bűnbánatnak a színe, és hogy van, aki úgy tekint rá, hogy ha kimegyünk egy temetésre, akkor egyfajta előkészület, bűnbánat, melléállás, ilyesmi jelenik meg. Én viszont nagyon fontosnak tartom, hogy én feketébe megyek, mert hogy a gyász az hozzátartozik az élethez. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy ne féljünk a gyásztól. Annyira az életre fókuszálunk, hogy próbáljuk, mintha nem lenne a gyász és az elvás, de ott van az életünk, a hétköznapi életünkben is. Mert ha csak a kedvenc poharam törik össze. Vagy hogy eltervezek valamit, amit én nagyon fontosnak tartok, és úgy szeretném, hogy az megvalósulna, és valami keresztül vágja az egészet, és nem az lesz, amit én szeretnék. És akkor is meg kell tanulnom azt, hogy van egy kezdeti ilyen sok élményem, hogy ez most miért történt így, pedig milyen jó lett volna, ha nem így van. Benne van a haragom, hogy nem igaz, hogy eznek így kellett lennie, aztán benne van a depresszióm, a fájdalmam, mint egy gyász folyamatban, hogy milyen rossz nekem, hogy ez így történt, és a legvége az, amikor bele tudok nyugodni, és azt mondom, hogy hát ez így volt, nekem most így tovább kell ezzel élnem, hogy ez a hiány ott van az én életemben, vagy éppen ezzel a hiányal együtt válok azzá, ki vagyok, vagy alakul úgy az életem. És ez egészen hétköznapi szinten is ott van az életünkben, egészen apró dolgokban is, akár már gyerekkorunktól kezdve, és ez pont ugyanúgy igaz, amikor valakit elvesztünk, például egy haláleset kapcsán. És azt gondolom, hogy pont ezért fontos, hogy egy gyászutat végig tudjak élni, hogy vissza tudjak térni az életembe, a hétköznapi ember életembe, és szerintem nem kell félni attól, hogy ezek ott vannak. Nagyon nehéz, tehát hogy nem bagatellizálni akarom, meg azt mondani, hogy jó, hát ez természetes, tényleg nagyon nehéz, mert minél inkább szeretek valakit, minél inkább fontos számomra valaki, annál inkább érzem a hiányát és ennek a fájdalmát. De hogy ezt, hogyha én kidolgozom, vagy feldolgozom magamban, akkor fogok tudni tovább lépni. És ezek a napok, mondjuk például ezek az emlékezés napjai, ezek talán tudnak ebben segíteni. Ugye egyrészt nehéz is tud lenni, mert frissebbek felszakadnak, és új fájdalmak jönnek, hogy nincs itt, nem tudok ott lenni. A másik oldalról pedig az emlékezés miatt a picit a gyógyulásnak is az ideje tud lenni. Engem még megfogott ez, amit mondtál a gyász folyamatáról, igaz hasonlattal szemléltetted, de hogy az teljesen normális akkor, hogyha valaki mondjuk beteg lesz, egy hozzátartozónk, és akkor egy dühöt érzünk, még akár a jó Istenre is haragudunk, hogy ez most ez így meg előfordulhatott, hogy ez megtörtént. Igen. De hogy akkor ez is a gyász folyamatnak egy normális része, amikor mondjuk már meghalt az illető, és hogy még akkor is van bennem egy düh, és utána dolgozom ezt egy kicsit jobban fel.
Vagy magamat vádolom, hogy miért nem figyeltem oda eléggé a másiknak a jeleire, és ha én előbb észreveszem, akkor ezt vagy azt kellett volna tennem. Vagy dühös vagyok az orvosokra, vagy dühös vagyok a, nem tudom, bármiféle ellátó rendszerre, hogy pedig ha ezt csinálták volna, akkor ez meg az történt volna. Ezek hozzá tartoznak. És nyilván benne van a pakliban az is, hogy lehet, hogy tényleg hibáztak. Lehet, hogy tényleg észrevehettem volna. De hogy benne van az is, hogy nem, hanem, és dühös vagyok mindenkire, aki egészséges körülöttem, dühös vagyok azokra, mondjuk azokra a családokra, akik szépen és boldogságban tudnak élni. Tehát, hogy ilyenkor ez benne van ebben az egészben. Azt hiszem, hogy a legnagyobb segítség az, hogyha valaki a gyászoló mellett ott tud lenni, és tudja őt kísérni. És mondjuk ő ki tudja panaszkodni, vagy ki tudja sírni magát. De szoktam ezt is mindig mondani, hogyha valakinek sírnia kell, akkor sírjon. Mert ami fáj, az fáj, azt nem érdemes letagadni. Biztos, hogy sokan fordulnak egyébként hozzád is ilyen esetekben. Úgyhogy nyugtasd meg ebben, hogy azért a gyász folyamatból mindenki ki tud menni. Tehát, tehát mindenkinek véget ér ez, és aztán lehet ez egy lezárt mindenkinek, dolog. Igen, mindenkinek megvan a saját útja és ideje ebben. Tehát, hogy sokszor szoktam ezzel találkozni, hogy egy-két hónap, vagy akár egy-két héttel egy temetés után, hogy volt, aki megkeresett, hogy atya, azt mondták nekem, hogy a ruhákat most már dobjam ki, hogy most már a képeket tegyem félre, mert az élet megy tovább, meg ne sírjak, meg nem tudom mi. És ezért nagyon dühös szoktam lenni, mert hogy mindenkinek megvan a saját belső regenerálódási folyamata, gyógyulási folyamata, hogy ezt fel tudja dolgozni, vagy hogy ezt meg tudja élni, és azt gondolom nem szerencsés kívülről sietetni egy ilyen utat, hanem sokkal nagyobb segítség az, hogy mellette állok, és adom neki az erőt ahhoz, hogy ő tovább tudja haladni. Nyilván nehéz az, amikor valaki sokszor meg újra ismétli ugyanazokat a dolgokat, és tudom, hogy találkozom vele, akkor na hát, akkor megint tudom, hogy miről fog szólni. De hogy ő itt tart a feldolgozásban, hogy ezt úgy rágja, meg emészti magában, hogy aztán a helyére kerülnek a dolgok. Nagyon nehéz az, amikor szerintem valaki mondjuk a párját veszíti el, és hogy utána, ahogy így mondtad, hogy összepakoljuk a dolgokat. Tehát, hogy vannak ugye azok, akik nem tudnak tovább lépni, igen, tehát, hogy örök életükre mondjuk megözvegyült 25 évesen, igen, akkor az egész életét, igen, így éli le, és aztán van olyan, aki meg azért tud váltani. Igen. És akkor mindig így kérdés számomra, hogy ez így oké, okay, így a jó Istennél, tehát, hogy így hány párja lehet valakinek, vagy nem tudom, tehát, hogy a mennyország meg az ilyen kérdések kapcsán merül ez fel bennem. Ja, hogyha majd a mennyországba igen, kérdünk, igen, akkor most hány, ugye ezt Jézustól is megkérdezték, amikor akik innen, a farizeusok talán, akik nem, ugye mondták, hogy nem hisznek ebben az egészben, hogy ha meghal valaki, akkor is lesz hét férje, akkor hogyan lesz majd, amikor majd az üdvösség eljön, és akkor Jézus is mondta, hogy nem ez lesz a fontos. Tehát, hogy igen, lesz közünk egymáshoz, igen, valamilyen formában is ezeket, ugye azért nehéz erről beszélni, mert nem tudjuk, hogy pontosan hogy lesz a mennyországban. Vannak képek, vannak mindenféle víziók, vannak elképzelések, hogy majd ez így lesz, meg úgy lesz, de hogy ezek sokkal inkább emberi dolgok, mint ténylegesen, hogy mondjam, kinyilatkoztatott tanítás, hogy pontosan így lesz. Amit tudunk, hogy van, amit tudunk, hogy ez valami jó lesz, amit tudunk, hogy ott boldogok leszünk, és hogy ez pontosan hogy valósul meg, hát szerintem majd ott vagy felhőszélen ücsörögve, azt hiszem, hogy át tudjuk majd beszélgetni, hogy akkor, na hát akkor végig ez lett belőle, de hogy tényleg erre nincsenek tételes tanítások, mert talán tényleg nem is ez a legfontosabb, az, hogy közünk lesz egymáshoz, az, hogy szeretetben leszünk, az, hogy élni fogunk, azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb. Igen, az biztos, hogy így elképzelni nagyon nehéz, hogy ez milyen. Jó, és akkor ugye hát november 2-a, akkor ugye halottak napja, amiről most beszélgettünk. Igen. Ez a minden szentek ünnepe és a halottak napja mennyire fő ünnep, vagy misére kötelezően el kell menni, vagy hogyan élje ezt meg? A minden szentek ünnepe az, ami nagyon fontos számunkra, hogy az elején is mondtam, hogy gyakorlatilag karácsonnyal, húsvéttal, pünkösdel egyenrangú ünnepként ünnepeljük most már. Tehát szinte lett kötelező. Ünnep, tehát, hogy parancsolt ünnep, parancsolt, tehát a legszigorúbb, legerősebb ünnepeink közé tartozik. Mert hogy itt magát az egyházat ünnepeljük azok, akik már célban vannak, ugye az előbb, igen, is mondtam, vagy az Istennek a segítségét, támogatását, szeretetét ünnepeljük, ezért ez egy fő ünnep, a másik pedig egy emléknap, amikor csak megállunk és
emlékezünk, illetve emlékeztetünk. Ez a hét gyakorlatilag ennek a fényében zajlik, ennek a kettőségnek a fényében, hogy ünnepelünk és emlékezünk. Gyakorlatilag ez jelenik meg ezekben a napokban. Egymás utáni napokon akkor igen. Ünnepelünk és emlékezünk. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban. Szerintem is sok mindenről tudnánk egyébként beszélgetni. Nekem még kérdéseim lennének leginkább így a Mennyországgal kapcsolatban egyébként. Nem csak hozzád, hogy ez sok atyához, tehát hogy mindenkivel külön megbeszélném, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk a stúdióban. A fehérvári beszélgetéseket látták, remélem, hogy picit közelebb kerültek így a Minden Szentek ünnepéhez és a Halottak napjához ezen a műsor keretein belül is. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!